Csácsomi csőtészta, csokoládé és traktorkerék, szavaztok papikáim, na figyeljetek, hát egy ilyen kis szalír beköszönéssel érkeztem, mert egy kicsit hangosak voltunk eddig, ott a gólya fönt de fenn, az a törő, hogy mire milyen. Wow, üdvözlünk a dolgokba. Na gyerekek, az a szituáció, ez milyen a hely, ez itt hol vagyok? Jé, Móri. Ja, ide lehet szalmát bálát eladni. Aha, jó van. Mi azt hittem, hogy egy izé van ott, egy UFO. Ja, itt lehet valamit csinálni, még mi? Fel lehet tölteni. Ha várja, akkor itt, ahol vagyok, akkor ez is olyan, mint hogyha a gazdaságom része lenne. A kertészeti áruház alatt lévő terület, ez olyan, mint az enyém lenne, várja. Mi ez? Szerviz. Jé, itt is van szerviz. Hogy kell kinyitni, Móri? Ó. Júj, de hát ide mi fér be, bazze? Itt egy ilyen pici szerviz, eh? Hey! De jó, tök frankó. Na, megyünk bele, lecsóboztam nektek egy ilyen gépet. Igazából írtátok, hogy, vagy rengeteg gépet küldtök, de írtátok, hogy azért ne legyen olyan baromi sok. Emiatt hoztam nektek néhányat. Átírtam az árukat. Rá most Eger 250-es, 240 ezer gyerekek. Ez 7000-re volt írva. Hát nehogy már egy 3 köbméter izéért, búzáért tudjunk rá most elgerveni. Szenvedni kell érni. Dupla kerekes 250 ezer. Van itt egy UTB 35 ezerért. Van egy Zetor 40 ezerért. Úgyhogy ennek mennek meg a bárányfelők, meg neki kéne állni melózni marhára gyorsan. Mert ez a baj a gyerekek, hogy rohadtul le vagyunk maradva, mert az a baj, ezt le kéne rakni, azt el kéne rakni, azt ugye a földet meg kéne kultizni, meg kéne... Nem, gyerekek, tudjátok mit kéne? Pénzt kéne termelni! Mindegy, ezt már lerakom, és azt a földet meg megkultizom, de az a nagy baj, hogy itt pénzt kéne termelni, gyerekek. Hát miért nem lehet ez lebillenteni, barátom, hát a bálákat, hát le lehetne settyenteni, az lenne a helye, hogy itt nem kéne szarakodni. Véled, én is piroska. Mi út ez, baze? Rugott egyet az M10-i gyerekek, annyira be van ma more izgulva. Nem jut neki. Na figyeljél, leköszönni. Le kellene szedni, fújjad ki, na szél, baze. Lengeti a wifi-t, na. Oda nézzétek hát ez a pontosságot, ezt a precizitást, amit képer itt le, mi van? Mi volt ez, csúszott az a, csúszott a valami. Jó, befejezem a hülyeséget, előbb-utóbb én is befejezem a hülyeséget. Kicsit jobban összezárjuk, kicsit kevésbé összezárjuk el, és már emelhetjük is fel. Ilyen, kéne egy ilyen kommentátor, gyerekek. És igen, Keeper megy a vállával, csinál egy balost, egy jobbost, hátra húzza egy nagyon picit. Igen, majdnem elérte a falat. Egy falat, majdnem elértem. De mégse történt, meg ez vélem. Vannak ilyen magyar népdalok, mindent lehet rá énekelni a ritmusára, azt tudjátok, hogy mondjuk melyik az a... Nem tudom, magyar népdalat mondjuk. És nem is magyar népdalok, hanem ezek a nóták, tudjátok, ezek a... Akácosút, ha végig megyek rajtad én... Hát ugye erre lehet mindent. Az MTZ, ha felborul, mi lesz véled? Nem volt jó ez. Nem, jó tudom, nem volt ez jó annyira. Nem volt jó ez annyira. Annyira, hogy annyira. Ennyi már, hogy miért nem is adottam el semmibe, miért nem akartál oda menni már? És mi fogja azt? Gyere már ide, barátom, az is annyi. Mi lennyire? Fölöktem majdnem a poltkocsit. De csak egy kicsit. Ez volt a világ legrosszabb rími. Jó, van gyerekek, dolgozni kell, hát miért? Nem szoktál így, amikor dolgozol, hanem tízibe egy kicsit izé tanulászni, vagy valamit csinálni? Hát dehogyis nem. Dehogyis nem. És elmondom nektek valamit, Keeper. Most meg fogja mondani, hogy sok videós életben nem fog bálázni, hanem hamsterelni fogom az utcot, fel fogom izé laden wagenbe csapatni, aztán akkor nem lesz ilyen probléma, hogy órákon keresztül rakjuk a bálát. Különben ma írtátok, hogy valakik azok nagyon szerettek bálát rakni. Hát én farming szimulátorban bálarakást kezd... Attól megyek izérek falnak legelőször szerintem egyébként. Belőjük a izét. Schuster booster azt mehet. Egyébként ennyi erővel szerintem szurkával lehet jobb lett, jobban jártam volna.
Na ezt úgy felvettem, hogy úgy felvettem, hogy ez nagyon feledvéve. Jobban felvettem, mint hogyha videóra vettem volna fel. Gyerekek, ezt a bálát kétszer veszem fel. Egyszer MTZ-vel, egyszer videóra. Na? Hoppá. Hoppá, ott trükkös elma kipör, ne szórakozzá. Na. Csak ki kéne innen talatni. Kihajtom az üzemanyagot ebből az MTZ-ből, amire itt megoldom a problémát. Na, menjünk már! És arra gondoltam, hogy a főcéliből most összekuk. Nem, jó. Jó, felrakom az bálát az MTZ-re. Te megjöttem, valaki jött hozzám. Az meg hiányzik még. Na gyerekek, küldjük ki az intízit a izére. Feedre. Ott ment a vonat? Vagy valaki lopta az izét, a dutrát? Kék mind a kettő. Menjünk erre. Jaj, gyerekek, ez az MTZ a legcoolabb. És egyébként észre vettétek, hogy önkéntelenül is. Ezért megyek mindig belső nézetbe. Mert marha jó, mert jó, mert tök jó, mert imádok itt ülni benne. És teljesen íze, és teljesen olyan kellemes érzés. Na nézzük az utakat, jobbról jó, jobbról jó. Balról, balra, jobbról jó, balról, balra, balról is jó. Duda. Azt nem értem, hogy nyomok ezen Dudát, és ilyen kattogás hangot hallok, nem ér? Olyan, íze jó, lemerik az action, jó. De árvágunk. Szépen főcélébe jó van. Hány darab állam? Sok. Mindenre írtatok gyerekek, de a tepszis témán, amit elmeséltem ezzel a részben arra esélytelen, hogy valaki is reagált búra. Ezt így lerakom. Ezt az MTZ-t nem szeretem irányítani. Ez gyerekek, ez olyan, mint hogyha mind amikor egy befőttes gumi gurulva, az úgy megy. Azt tudod milyen? A gurics megy egy befőttes gumi. Na úgy megy ez az MTZ. Ilyen kalisztol össze-vissza az úton, ez jobbra balra. Ha meg olyan, egy kicsit kormányfordítással már keresztbe vágja, gyerekek, ez valami ízének. Ilyen drift MTZ-nek jó, hogy ilyen nagyon nagy kormányszöggel rendelkezik, érted, keresztbe kapod a kormányt, így pikpak. Na, na jó. Na jó, hát ő ízőt, azt nem látok ki. Mert én most is érted. Kicsit fordítasz kormány, azt már izé van, keresztben van az MTZ. Ki nincs előre közlekedik. Ha porzik az út, mint az őrült gyűjtő. Már így ne próbáld meg kitör ezt a műveletet, mert biztos meghalunk. Összekaptuk a vállákat, aztán akkor utána nem tudom. Ugye azt terveztük, hogy ezt le kéne, meg kell csinálni majd mindent. De igazából nincs pénzem, az meg marhára zavaró tényező ebben a játékban, hogyha nincsen money zsebedben, mert ugye miből fogok például trágyár venni, és semmiből nem nagyon adnak nekem. Hiába vagyok oda Weimarral, aztán azt mondom, hogy a Mari, ha benne az irodába adja nekem a trágyát, mert nem ganyét, mert kölle földre nem fog adni. Én amondó vagyok, hogy ne, az milyen jó néz ki, az ott is van egy ilyen luk a földbe, és akkor dől az MTV. Én azt fogom csinálni, gyerkőcök. Miért nem az útban lévő bálát rakott fel kipörel össze, azt fönöm foghatom. Hány bála van? 4 volt, ugye? Földe szórom őket. Pikpak. Pikpak, bor. Nézzetek, hogyan tette be a kipör? A winklibe. Most maradjál már ott te. Rotterdam. Na, jöjjök. Hát bazzak, hozta az Unimogról a fickó fát. Múltkor hozottam fát, lehet már sétem. Hozza az Unimogról, fölmászott a izére a farakásomra. Fölfeküdt. Mondom, biztos valami baj lesz annak az Unimognak. Gyerekek, az egy olyan masszív állatgép. Hát ő... Különösen kifúrta magát a izéből a farakásból. Ez nem kis pályázat, hogy most valami letörik vagy valami. Neki, oldalasan neki dőlt. Nyomott egy kövérgázba, az akkora kereve van, mint az MTZ-nek kb. Azt izé... Hát rendesen furta szét a izét. Közül nem probléma, kezdő széttúrja azt az egész farakást, akkor is kijön ez itt meg. Hát mondom, köszi. Mondom, az jót tesz nekem, hogy rakhatom össze megint. Unimag. Baromi nagy durva gép. Van izé, hárompottos csatoló hátulján. Kezdő izét szokott szántani vele a fickó. Csak kezdi meg kell terhelni egy kicsit. Ettől úgy megy szántani, kocsi fog. Vagy ide egy platófával. Mondom, hogy nem kis pályázba jön.
Na ugye, mert annyira nem nehéz, aztán a ugye jó, hogy fogdak a gubik, ez 10 év. De rendesen ez a 3 pontos cucc, szabvány 3 pontos, föl van dobva a hátulján, ott van, hidrolik a minden. 6000 köpcenti. 6000-es a és 90 lóerő összpotta. Hát de, mit tudom, 30-a megy érted, úgyhogy fölrakod a 18-6. Sebességbe, aztán akkor is úgy bugol a motor, minden, mind az őrült. 6000 köpcenti, de akkor megyünk 30-a. Múltkor izéltem, mert mentem vele. Hát már attól féltem, kik a szállam izét, virágokat szedni, aztán sétálok a gép mellett. Az meg már olyan volt, azt hittem, kirepül a világból, olyan hangja volt. Mentünk 30-at érve, jó, mondtam. Jó, lehet, hogy nem 30, lehet, hogy 45-t érted, de akkor is furcsa, hogy egy ilyen teherautószerű szörnyedvény. Teherautószerű, hát nem tudom, igazából szerintem az egy olyan, mint hogyha ilyen majdnem dutra méretű gerekeket ráraksz egy akkora gépre, mint egy ilyen kis busz, majdnem jó, nagyobb, érted, de akkor is olyan fura, teljesen olyan amont formája van. Ez a régi fajta göbölített kabinos Unimog egyébként, nem az a szögletes. Hát nagyon durva gyerek. Összkerék minden, olyan masszív alváza van, ahogy beszarsz mindegy, mint egy traktornak. És ugye teherautó. Hát, izéne használja a fickó, erdőre fa, ekezdő nincs olyan jó, nem megy. Ekezdő olyan hely nincsen. Ekezdő esüllyed, kabinig esüllyed, akkor is megy mindenen keresztül. Ekezdő. Ez nagyon brutál. Nem, micsoda leng a balra, ne szórakozzon. De akkor fogok keresni egy Unimogot is, fogok vele szántani. Meg is fogom keresni ebbe a sorozatba a régi fajta gömbölyű, kabinos Unimogot. Azt, amivel voltunk a fáján, narancssárga kabinosot egyébként, azt meg fogom keresni is. Hát ez egy állatigénytelen gép, mondta, kezdi, az bír minden. Egyébként Mercedes, ugye az Unimog. Nem is tudom, kiknek készítették be az a izének. Igen, őrülteknek. Na jó. Attól félek, bemegyek az M10-re is. Szurkát nem állom, leküldöm a földbe. Bemegyünk az MTZ-be. Félreállunk. De nem szeretek belsőbe menni. Egyből billen ez a verte gyerek. Beállunk a idő mellé. Egyelőre. Most nem rakom le azt, arra gondoltok biztos, hogy miért nem rakod le a bálát? Nem. Gyerekek, nincs az az Isten, hogy én azt a bálát lerakjam. Bál rezítése, X. Plató felcsukása. Fordulás! No, hogy milyen úton indulok, még nem tudom. Nem tudom. Tovább. Ezt a zenét és ezt már tudom. Mert nem tudom. Ezt a muzsikát. Ezt az MTZ-t, ezt faszán pontosan lehet irányítva a kéket, nem? Hoppá, elmenjünk arra, jó. Kivárom egyébként, olyan jó, amikor az MTZ-nek látod az elejét, és benne a bimba is olyan fasza. Az új traktorok ugye, mivel baromi nagy edzsibede van, ugye úgy kezdődnek, hogy gyakorlatilag ilyen szélesen kezdődik a motortér, szinte mint az MTZ-nél. Viszont ugye kiszélesedik előre, azt az ilyen brutális nagyon. Na, jó, hát ezt itt is hagyjuk. Fér, jól kiszámoltuk? Olyan, ez te jó volt. Jó, gyerekek. Csapjuk az MTZ-t, viszem magammal mindenhol, mert köl. Most őszinte leszek. A Dutrával szeretnék kultizni. Van a nagy baj az a Dutrával, hogy olyan algos pitt, azt őrült. Lehet, hogy az MTZ-vel fogok, ne haragudjál. Meg amúgy is ez tök jó, jól irányítható, kellemes, érzem mindent vagy. Viszont súlyt nem fogok tudni rakni rá, jéj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 
ezt a kultit el fogja vinni, olyan gyerekek? Ha nem, akkor megyünk izével. Menjünk Dutrával.
Látogatunk. Ezt meglátjuk, jó? Ez meg hogy fogja rá? Oda is illesztem szinte. Ó, gyönyörű. Megnézzük, mennyire húzza. Egész jó, kell, egész kellemesen viszi eddig. Hát üres, majd meglátjuk a földbe mi. De ugye nagyon nagy a idő, akkor szokta rángatni, ha ilyenkor is itt traktort elég irányíthatatlan lesz. Maga jó. Balra jó. És most megpróbálok egy normális kultizást, ami normális kultizás azt jelenti, hogy... egy ilyen valóságfőt, ugye, hogy a végén ledüllőzöm. Megcsinálom a kultizást, utána meg düllőzünk. Hát nem tudom, hogy az MTZ el fogja vinni egyébként, majd mindjárt meglátjuk. Hogy milyen széles ez a kulti, hát, na, jó. Küldjük be a földbe, azt hadd menjen, nem? Na, viszi ez, mint... az őrült. Jó. És akkor azt akarom... Ó, de nagyon szép... Ágy, de imádom, gyerekek, hát így felsőnöket lekultizom az egészet. Ízé vagyok, ízé, mint a cöpi gyerekek, a ízé, mikor a traktor vlogod, oda nézzetek, hogy táncol szépen az M10-i, na. Az audis gyerek meg jön, a ti a szállnak. Hát szépen, hello, hello, főleg, mi a helyzet? Na. És akkor ugye ilyenkor kiemelek. Kicsit előbb. Táblát nem kiütni. A varázs táblát visszatolhat. Szép. És akkor megyünk vissza, és a végén majd lehúzzuk a két végét. Szóval nem tudom, mennyire szélesre merhetem engedni. Jó, első kerék az majdnem érje a jövőt. A másikat, majdnem a földön, a kultizott területen menjen, így legyen. Micsoda hepe huppa, kimaradom. Azért jó izé, ugye, hogyha dűlőzöd vagy a végét, mert ugye akkor nem kell kimenni földszélig, amit kiemelsz. Akkor itt meg tudsz fordulni, érted? Haza, hogy táncol az ember? De jó meg van csinálva az a föld, gyerekek. Valóságkő, mint az atom. Egyébként mielőtt írjátok ugye, hogy trágyázni kellett volna. Hát valóságban igen, a szerves trágyát 10 előtt. Ó, de jó az MTZ, hogy különget. Ugye be kéne utána ugye művelni a területet, de farming szimulátorban nem úgy van sajnos szerintem, hanem simán rá kell majd szórnom a területre is kész. Sőt, még ugye, amikor már a növények vannak, még akkor is engedi. Itt látok, annyira ne szántsuk össze területeket, most ne az legyen az fő célom, hogy itt órákon keresztül szántok. És nem is akarok most már. Diktatolhatunk? Halászedjük. Egyébként olyat tudjátok... Új... Nagyon sok izét egyébként... Amióta farming szimulátorozok, rengeteg irodalmat... olvasok, nézek minden videóval, szívom magamba, mezőgazdasággal kapcsolatban. Ugye, most lenézek, ott jobb oldalt, látod, van kettő pedál. Ugye az a két fék pedál. És az, hogy az miért van? Utána néztem, meg így utána olvastam, hogy az miért van két fék pedál a... Ebbe a... Ja, néha kiadj ilyen részeket, mert ugye nem bírod bevenni a kult, hát mindegy. Azért van két fék pedál, képzeljétek, mert az MTZ, az tud olyat, és ez halál komoly, ezt nézzetek utána, meg biztos páran tudjátok is. Az MTZ tud olyat, hogy sarkon fordulás. Az annyit tesz, hogy ha nagyon kicsi a föld területnek a határán, mondjuk itt a kerítés, és nem, és gyakorlatilag, meg ráadásul az, hogy időt tudsz azzal megsporolni, hogy sarkon tudod pörríteni az MTZ-t. Az annyit csinálsz, hogy ugye blokkolod az egyik oldalon a kereket, jobb vagy bal, ahogy tetszik, ugye azokat össze vannak default kapcsolva, van egy ilyen kis, alul egy ilyen kis fürgető, aztán azzal, hogy összekapcsolod, hogy mondják azt. És ki van oldva, akkor mit tudom, behúzod a, benyomod a jobb fékpedált, jobb hátsó kerék leblokkol, nyomsz
nyomod, vagy kütsz neki egy gázt, a bal oldali az elkezd forogni, és gyakorlatilag sarkon pördül az MTZ. Így átfordul a, ugye, mind a kabin körül így megfordulnak. És ez tényleg, ezt a ruszkik ezt azért kapták bele, hogy ez így, mondjuk itt tudnám itt alkalmazni, csak ugye ebben a játékban ez nem megoldható, akkor így így megpördül a saját tengely körül, aztán akkor mehetne tovább értük. És akkor nem kell tolatgatni, nem vesztesz időt ezzel, meg semmilyen ilyen nincs. Szituáció. Egyébként ott azokat az elhagyott részeket, az sajnos nem tehetek róla, mert ugye ilyen göcsörtösi terület, azt azért van. Nem az, hogy kihagyjuk, hanem gyakorlatilag ott nem tudja a kultivátorot leszedni. Hát ott is maradt egy, hát átmentünk rajta, előtte, mögötte is. Nem van kultizve, csak... Ja, azt ilyeneket tud. Ezért múltkor néztem, van egy ilyen nagyon jó kis videó. A 50-es MPZ-én mutatja be a csávó, az bazd, ez út minden részletét, minden egyes részletét, hogy mi hogyan működik, hol, mi helyezkedik el, hogy kell behajtani a dolgokat, hogy kell... Ja, valaki írta egyébként, hogy... Ja, nincs, hogy nem gard, vagy gardnernek emelik azt, ami a TLT-t, ugye, mert van a TLT-nek emelik gyárilag, és a szakkifejezése ugye a gardán tengelynek, ugye teljesítmény leadó tengely, ami ugye kijön a seggéből a MTZ-nek hátul, és akkor azt ugye az hajt meg különböző munkaeszközöket, akármicsodát. És azt néztem, hogy azt is elmagyarázta a gyerek, hogy ugye a TLT annak több funkciója lehet állítani, hogy és ezt például nem tudtam ilyet. Most akkor így elmondom, ugye a gardán, ami hátul kijön, nem tudom, mit meg tudom megmutatni. Ott van alul. Ott pont nem látok rá. Ott alul. Na, alul jobban látni. Pont nem. Ott innen látni ugye. Látod, az ilyen bordás. Na, ugye a teljesítmény leadó tengely, az lehet úgy állítva, hogy arányosan gyakorlatilag a gázadással jobban pörögjön. Mármint ugye, hogy akkor a sebesség, vagy a motornak a sebességéhez igazodjon. Lehet úgy állítani, hogy úgy teljesen külön mozogjon a motor, folyamatos fix sebességen menjen. Meg még ráadásul lehet úgy is állítani, hogy hát meg azon belül is lehet állítani, hogy milyen gyorsan, milyen arányba forogjon ugye az izéhez képest, motorhoz képest. Nem tudom például minél kell az, hogy ugye lekövesse gyakorlatilag a traktor sebességét, mármint hogy milyen gyorsan mozogsz, érted? Mert úgy is lehet akkor állítani, szerint. Mondom, esetleg ilyen rendsadrózás, mert hogy nem mindig fixen pörögjön, vagy nem tudom. Ja, és valahogy itt az ülés alatt van valami kar, amit azzal... Ja nem, itt jobb oldalt, ott. Jobb, az. Ott. De azt hiszem, hogy mint a több kar lenne, ott az a jobb oldal. Ott van a TLT-nek, a gardának a kar része, meg az ilyen állító része. Ezek meg azt, amit jobb oldalt, most tényleg javítsatok ki komolyan. Azok meg, ha jól tudom, azok a hidrolika. A karjai, ugye, különböző pontokon ugye lehet, vannak ilyen csatlakozási lehetőségek, ugye, hidraulikus csatlakozási lehetőségek, azt hiszem, hogy a traktor elején bal oldalt is, hátul is ugye vannak, ezek ilyen pontok. Ja, ezt a földet szépen meg akarom művelni saját magam. Ha lekultiztuk, akkor azt csináljuk, srácok, hogy nekiállunk pénzt termelni, mint a barmok, jó? Akarok, mi volt ez az? Nem csoda, hogy kulti ne a kihagy mi. Beleestünk a görög. És az a jó, ugye, hogyha itt csinálod ezt a dolgot, ezt a kultiválást, akkor most itt kiemelhetek itt szépen. És ha nincs végig a területe, nem gond, mert ugye körbe a két szélét ugye le fogod düllődni. És ez talán Bundi barátom tolta rúgultabb legelőször.
ugye úgy csinálják általában, főleg a szántásokat is, hogy akkor nem, tök fölöslegesen úgy sem tudod kiszántani, hogy pont a végéig, érted mindig, hogy minden egyes sorba ugye pont tökéletesen kiszánts, hanem szántanak, kiemelnek, szántanak, kiemelnek, szántanak, kiemelnek, a végén meg körbe húzzák. És akkor megvan a szántás. És akkor mégis ugye egyenletes a széle a földnek, a szántás szempontjából is. A szántani most nem fogok, gyerekek. Most nem állok neki. Ugye itt mindig aggódtam, amikor még nem csináltam ezt a dűlőzéses dolgot, hogy húzzam ki teljesen. Hát nem kell kihúzni, hát a végén leülök be. De itt... Necces az a kerítés, nagyon közel van. Jók vagyunk. Hú, de régen ültem MTZ-be. Itt a legalább 2 éve. Nagyon sok olyan ismerősöm van, akinek van MTZ-je. Csak ilyen most videót csinálni róla, több ciki, tudod? Most tizen, most mit mondjak? Most csak ma nem is tudják, hogy videózok. Most mit? Ott vagyok föl, amit akarsz róla, hogy az MTZ-je. MTZ-je az egy ilyen tárgy, ami olyan, mintha hamutatót akarnád le videózni. Hát az MTZ-je az MTZ-je. Ugye főleg itt ilyen falukban nem nagy cucc egy MTZ, mármint így. Nem szokják azt felvenni videóra, mert mindig napi használatban vannak, érted? És ez olyan, mintha tényleg a... Ha a mutatót akarnád ezért videózni. Meg hát ezek munkagépek, itt nem az van, hogy... Ugye, hát jó, szeretik őket, érted? De most egy ilyen faluban most nagyon sokan városiak vagytok, akkor... Itt ezt nem úgy kezelik az MTZ-t, hogy az egy majdnem múzeumi tárgy, vagy egy olyan dolog, ő nem úgy gondol rá, hogy az egy ilyen nagy kuriózum, vagy bármi, hanem az egy munkaeszköz. Az le van lagva, folyik belőle az olaj, érted, meg minden, nem úgy van le van lagva, oké, üzemképes, de ő nem fogja lefőstögetni, ezért 3 hetente, esetleg megcsinálja rajta, ezért valami nagyobb karbantartás, akkor oké, csinál rajta egy új lefösti, érted, ez is, vagy ez egy ecset metára. Ezt annyi, de nem az a fő cél. Csúnyák. Le vannak lagva, te vannak dobálva, szerszámba. Folyik belőlük, orrázzáljon az olaj. Mennek, az a lényeg is. Munkaeszköz is. Kiszáll az MTZ-ből, ott hagyja a ház előtt, vagy a akárhol, utána reggel elindítja, ugyanúgy megy tovább az MTZ. Az egy melóeszköz, az egy olyan, mint amikor egy kalapács. Az nem romlik el, az jó. Nem olyan, mint a megveszi a New Hollandot, most az új gazda, most jó, nem, lehet, hogy nálatok is van olyan, mit tudom, jó, úgy értem, hogy nem úgy, na. Jó, de tudja mindenki, hogy nagyon sokan, ugye, sőt, az ország 99%-a, akiknek vannak az új típus traktóriaik, azoknak legyen 95%, de annál biztos, hogy nem kevesebb szám ez. Azok a az állami támogatásból tudták megvenni a sok milliós traktorokat, ugye. Na, azok a traktorok, azért az ember úgy máshogy gondol, mint egy MTZ-re. Az nem úgy, mint egy kalapács. Mondjuk, ha ilyen hasonlatot akarnék felhozni, akkor az MTZ a kalapács. A New Holland, az új New Holland, vagy a épp a John Deere, az meg egy jó kis ütvefúrógép. Amire azért valamire vigyázni kell, szépen polcra felrakni szépen. Ha a kalapácsot meg lehagyod a garázs fordulóján, akkor is reggel felveszed, az ott kalapács marad, nem romlik el, jó megy, mint az őrült. Esetleg, hogyha egy kicsit már teljesen le van szedálva a nyele, akkor rakd bele egy új nyelet. De az kalapács marad az örök időkbe is. Az MTZ-k azok még 20 év múlva is itt lesznek és fenni fognak. Az ütvefúrógép meg szénkefe is lesz. Nem fogod ott fog csinálgatni. Hívod a szervizt, ezt csinálod vele, vagy azt csináltatod vele, jobban mondva. Valószínűleg elektronikai problémái lesznek. Amíg a kalapács az még mindig hivatlanul működik, esetleg újra kell nyelezni. Na, ilyen helyeken ugye kiadja a időt. Úgy jó állást.
Mennyi? Szerintem így kell elképzelni az MTZ-t. A mai magyar mezőgazdaságban, hogyha ilyen nagyon puritán hasonlatot akarnék fölhozni, akkor én így képzelném el. Na gyerekek, akkor ezt leizeljük, ledüllözzük. Két végét, aztán akkor készen vagyunk ám. Az a baj, itt ez eléggé... Várjál. Ez nem fogja lehúzni egybe, ugye? Nem fogja lehúzni egybe, úgyhogy még egy oda-visszát nyomunk. Jó, kimaradnak ilyen részek, de baj legyen gyerekek. Múltkor néztem ilyen táblába. Csávó, hogy kiért a izé, ugyanilyen kis háromszögek voltak egy csomó, de nem egy, hanem ugye gyakorlatilag ahogy kiért végig, és akkor azt megledüllözte, lehúzta, nem is tudom, szerintem a vetőgéppel, mert ott a vetés, tehát megvannak az ilyen kis háromszögek, akkor az ott maradt, ugye ott már nem tudott vele mit csinálni. Jó, vetőgép az más, ugye az még egyszer nem kéne lehúzni azt a területet, az is igaz. Azt akartad írni. Ezt a kis részt még itt lehúzom. Ezt vagyunk túlfelül. Nem mondod, hogy a csapa az teljesen MTZ csapa. Figyeld már! De jól meg van csinálva. Ha belső nézetben akarok, ne váltsál már izé. Külsőre. Lehúzzuk a másik fejt, ez a főre, ez jó, és akkor jöhet majd a lajtába vetünk. De egyelőre én úgy gondolom, hogy pénzkeresés motivációs témába kellene belemennünk, mert ez így nem lesz jó, ha nem lesz lóvé. Lóvék a gyerekek, meg kell menni a balba. Kell menni a falunapi balba, kell a pénz. Lehúzzuk egy-kétszer, úgy látom ezt többször kell. Meg rosszul is húztam ki, látod? Korán húztam ki, aztán úgy maradt. Az figyelni kell itt a forgalomra. Az nagyon jó egyébként ez is. Nem bánom az ilyet. Én nem bánom a... Egy játék nehéz, az nem rossz, gyerekek. Az nem rossz. Most így... Oj, mit emeled az elejét azzal? Azért, most a PD2-vel játszottunk Joey-kkel, azok olyan nehéz volt legelső küldetések, mert ugye teljesen gagyi cuccba voltunk, meg minden. De nagyon élem most már, mert nehéz, és tök jó, mert nehéz volt, és nem baj, egyáltalán a nehéz egy játék. Szeretem a nehéz egy játék. Figyeljetek, ha nincs benne kívás, akkor unod meg. Ha most azt a rábas telget megvettem volna már 7000-ért, akkor már meg is unnám érte. De most tök jó lesz küzdeni érte, és becsülni fogom azt a rábas telget, viszont szervizelem meg minden. Egyébként a rába is úgy van, mint a izé. Az MTZ az is majdnem kalapács, az rába az egy kicsit más. Nem bántam a magyarokat. Rába is marha igénytelen meg minden. De azért ott az már egy komolyabb műszer, ott azért kell a gondoskodás a rábának. Az MTZ az fót igénytelen gyerekek. Nem úgy gondolom, hogy ugye nem kellene megadni neki azokat a dolgokat, amik kellene neki, de hogyha ezeket megadod neki, akkor ez az MTZ az nem hagy cserbe. Szerintem nem tudom, hogy valaki, nincs olyan ember, aki szitta volna bazen az MTZ-t. Komolyan annyi, olyan gazda. Ez durva. Jó, gyerekek, oké. Szerintem ennyi volt ez a videó. Még ma mindenképp fel akarom, hogy kerüljön. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Jók legyetek, ez az MTZ, ez a színen lesz fog nőni, de ugye jönni fog az UTB, jönni fog az Eton, jönni fog a Rávas Tiger is, és nagyon szuper lesz, jó azok. Hát jó lett, jó megkultiztuk azt a földet, szinte, sőt, full belső nézetben, mi? Tök jó volt. Te át tudunk ugrani a rakásra. Hát ez jó volt, teljesen jó. Jó, ilyenek benne maradnak gyerekek, az annyi baj legyen, érted. Nagyon szuper. Na, köszi a figyelmet, jók legyetek, csácsom, hogy csörtészt. Aaaaaah!